A racionális vásárló mítosza és egyéb tanmesék, ez a címe annak az előadásnak, amelyre jövő hétfőn, december 19-én kerül sor a Kreatív Kolozsvár projekt keretében, és amelyet dr. Ser László marketing tanácsadó, a Bábes Bolyai Tudományegyetem oktatója tart. A téma igen időszerű, karácsony előtt vagyunk. Vajon racionálisan vásárolunk-e, vagy impulzívan, vagy létezik -e egyáltalán olyan, hogy a racionális racionális vásárló, hogyha minden igaz, akkor Zoom kapcsolatban vagyok dr. Ser Lászlóval, akit tisztelettel Igen. köszöntök, jó napot kívánok! Kedi Csokolom, és üdvözlöm a kedves tévénézőket is! Tehát a racionális vásárló egyáltalán létezik-e ilyen? Régebb azt hittük, hogy létezik, viszont a elmúlt 20-25 év, év kutatásai egyre inkább arra világítanak rá, hogy hogy inkább a racionalitást azt mi magunkról szeretjük feltételezni. Számos olyan elem van a, a mindennapi döntéseinkben, így a vásárlói döntéseinkben is, amelyekre egyáltalán nem lehet azt mondani, racionális. És hát az irracionális vásárlás, hogyha így lehetne nevezni, akkor az is többféle lehet. Viszont, ha röviden kell megválaszolnom a kérdést, akkor uh, azt mondanám, hogy ha nagyon. Öm, odafigyelünk arra, hogy hogyan döntünk, akkor érdemes avval a gyanúperrel élni, hogy, hogy valószínűleg, hogy irracionálisan vásárolunk néha. Értem, ön ugye közgazdászként a tevékenykedik a Városbolyai Tudományegyetem keretében a közgazdaság tanón, tanít, de ön pszichológus is. És akkor ugye a pszichológust kérdezem, hogy akkor hogy is vagyunk ebben a tekintetben a racionális vagy impulzív vásárlóval? Hát a történet nagyon hosszú, mert valójában 6 millió, 7 millió évvel ezelőtt kezdődik, akkor, amikor az őseink elkezdtek kifejlődni, a mai idegrendszerünk elkezdett kifejlődni, és hát a, a, a ma embere az tulajdonképpen ennek az elmúlt néhány millió, néhány százezer, néhány tízezer éves evolúciós folyamatnak az eredménye. Az idegrendszerünk és ezen belül az agyunk tulajdonképpen ezeknek a, a szavannáról, meg mindenhonnan felszedett reflexeknek a... A hatása alatt él a mai napig is, tehát hiába hagyunk körülvéve mindenféle új technológiával és csilivili termékkel a plázákban, de a valóság az az, hogy számos olyan mentális torzítás hat a döntésünkre, illetve olyan rövidítéseket, szabályokat alkalmazunk önkéntelenül is a, a vásárlási döntéshozatali folyamatban, amelyekről mi nem is gondoljuk, gyakran nem is gondoljuk, hogy hogy azok, hogy azok nem racionális döntéshez vezetnek. Hát csak egy példát mondjak, ugye a fő gond, ha úgy lehetne hívni, valójában nem gond, hanem ilyenek vagyunk, ezt így kell elfogadni, az az, hogy az agyunk egy luxusgépezet, tehát mm. annak ellenére, hogy az agyunk a testtömegünk 2%-át teszi ki, a mindennapi energiánknak a 25%-át használja el. Tehát olyan, mint egy energia felhasználás szempontjából luxusgépezet, szóval nem csoda, hogy Megpróbál egyszerűsíteni ott, ahol csak lehet. Tehát például egy egyszerűsítés az lehet az, ami mondjuk a környezet kiszámíthatatlanságából fakad. Ugye járunk elünk a világban, számos inger ér minket, elég, elég nehezen tudjuk becsülni azt, ami történik körülöttünk, hogy mondjuk mi a következő percben az, amivel szembe kell néznünk. Tehát van egy ilyen komoly kihívás, és emiatt például múltbeli tapasztalatokra hagyatkozva döntünk, ami nem biztos, hogy egy optimális döntést. Szül um, a, a jelenben. Egy konkrét példával kapcsolatosan, hogyha a kultúra valahogy belénk nevelte, illetve bennünk van ez a tendencia, hogy a karácsonyi előtti időszakban, ugye fekete péntek és karácsony között, karácsony között, többet vásároljunk, akkor nagy valószínűséggel már csak ezért is többet fogunk vásárolni, vagy többet fogunk költeni, holott lehet, hogy nem az az optimális, tehát itt ugye ez csak egy ilyen általános példa lenne, de még mondhatnék több példát is, mondjuk az információs túltelítettség is nagyon megkavarja azt, hogy mi a racionális döntéseinket próbáljuk hozni. Ugye az a sok reklámüzenet, Valójában nem segít nekünk abban, hogy a megfelelő, legoptimálisabb, legracionálisabb uh, döntést tudjuk végül a nap végén meghozni. Um, ugyanakkor az emlékezet korlátozottsága is egy ilyen, egy ilyen um, problémánk. Ugye nem mindenre emlékszünk, nem emlékszünk mindig mindenre. Amikor fel kell idézni dolgokat, nagyon gyakran mindenféle ingerek hatása alá kerülünk, és amiatt döntünk valahogy, illetve az időhiány. Igaz? Tehát amikor sietünk, akkor egészen másképp kezdünk És dönteni. itt még mondanék valamit, soha nem menjünk éhesen vásárolni alapon. Gondolom ez is pszichológia, <laughs> mert így hogy van. akkor sokkal több minden kerül a kosárba, mint kellene. Pontosan így van, és még hozzátenném azt is, hogy van egy érdekes kutatás, ami arra vonatkozik, hogy amennyiben nem készpénzzel fizetünk, hanem mondjuk kártyával, akkor maga a tény, hogy nem érzékeljük az értékét annak, amivel fizetünk, az is segít abban, hogy többet költsünk. Szóval, ha valaki mondjuk nagyon keveset akar vásárolni, vagy ha fogalmazok úgy, hogy igazán racionálisan akar vásárolni, akkor ne menjen éhesen vásárolni, illetve menjen inkább készpénzzel vásárolni. Igen, ezek nagyon jó tippek, sőt a következőkben is tippeket fogok kérni, de először hadd mondjam el a vásárlóknak, hogy ön, ugye mondtam, hogy a Bábes Bolyai Tudományegyetem oktatója, de hát gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az online marketing területén, volt már webáruház, valamint árösszehasonlító szolgáltatás marketing vezetője, hírportál marketing menedzser, kis- és középvállalkozások tanácsadó is. Miért mondom mindezeket? Azért, mert ezek szerint ön bizonyára tud még olyan tippeket, amivel segíthetne bennünket vásárlókat, hogy hatékonyabbak legyünk, és ne dőljünk be mindenféle marketing behúzásnak, ugye, amiket önök találnak ki. Na, melyek lennének ezek a tippek? Azt azért hozzátenném előjáróban, hogy az etikus marketingben hiszek, és mi azt is tanítjuk az egyetemen, természetesen, viszont sajnos a jelenség létezik. Tehát kihasználva azt, hogy az emberek gyakran döntenek az első adandó lehetőség mellett, és nem veszik figyelembe a többi lehetőséget, pusztán azért, mert mondjuk sietnek, vagy ugye az előzőleg felsorolt példákból is kiindulhatnánk. Valóban van számos olyan taktika, vagy trükk, hívjuk, hívhatjuk trükknek, ami, ami sajnos nem segít abban, hogy a, a, racionálisabb döntéseket hozzuk meg. Hát, hát mondjuk a legeslegfontosabb, és ez valószínűleg a legbanálisabb, amit mondani lehet, ezt amúgy már a fekete péntekkel kapcsolatosan is ki lehetne jelenteni, hogy legyen egy listánk, legyen egy bevásárlási listánk, legyen egy jól dokumentált bevásárlási listánk. Tehát valami olyas, olyan formában kezeljük a, 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 a bevásárlási listát, mint egyfajta alkotmányát a mi vásárlásunknak, a vásárlási folyamatunknak, ne nyúljunk hozzá. Tehát amikor már elköteleztük magunk azon termékek mellett, akkor ne engedjünk a, a késztetéseknek. Ez valószínűleg, hogy a legkönnyebben használható eszköz arra, hogy a szükségtelen, vagy az átlagnál drágább, vagy az első ránézésre előnyös uh, vásárlásokba belugorjunk. Tehát ez lenne az első trükk. A másik trükk az pedig az lenne, hát trükk, Lehetne azt is mondani inkább tanács. A másik az az, az lenne, hogy... hogy um, hogy figyeljük mindig meg az összes olyan alternatívát, ami, ami, nagyon hasonlít arra, amit mi szeretnénk. Tehát a hasonló alternatívákat. Általában az emberek nagyon bíznak abban, amit látnak. Uh, ugye van néhány percünk, megnézzünk egy terméket, megnézzük, hogy az algoritmus még mit javasol nekünk azon a bizonyos webáruházon, és ha hajlandóak vagyunk azt hinni, hogy hogy az úgy, az úgy uh, elegendő lesz az optimális döntéshez. Az igazság az az, hogy egy kicsit több racionalitást kell belevigyünk, egy kicsit több erőfeszítést kell tegyünk a vásárlási döntési folyamatnak ebben az első fázisában, amikor dokumentálódunk. Igaz, az amúgy, ugye marketing szakemberrel beszélek, hadd kérdezzem meg ezt, és ez mindig egy örök kérdés volt az én fejemben. Igaz az, hogy olfaktíve is, tehát hogy a, a szaglószervünkre is hatnak marketinggel, tehát hogy bemegyünk egy üzletbe, különböző illatok vesznek ott bennünket körül, és hogy gyakorlatilag ezzel is arra hatnak, hogy az agyunkat arra befolyásolják, hogy ide még tessék visszatérni, hiszen olyan jó ez az illat. Igen, létezik ez a jelenség, multiszenzoriális marketingnek is hívják, és ugye hát ez azt is jelenti, hogy nem csak vizuális és auditív, hanem mindenféle más érzékszervre is hatunk. Valójában evel kapcsolatos az is, amikor megkóstoltatnak velünk egy új élelmiszert az üzletben. Ez is hasonló jelenség. Az olfaktív is jelent, létezik, sőt, azt is hozzátenném, hogy például feromon szinten is létezik, tehát olyan, olyan jellegű illatanyagok, amelyek nem is tudatosulnak a fejünkben, azok is hathatnak ránk. Ez a jelenség igen, létezik, tehát erre is figyelni kell, mert, mert ez is hathat a döntésünkre. Azt még hozzátenném azért, hogy ez mind nem azt jelenti, hogy, hogy ever be akarnak húzni minket, tehát nyilvánvalóan ugye itt arról van inkább szó, hogy, akik eladni akarnak valamit, azok megtesznek mindent azért, hogy eladjanak, de azért tudni kell, hogy a manipulációtól azért ezek az eszközök még elég távol vannak. Én manipuláció alatt azt értem, amikor valakit, valakinek nem hagyunk döntési lehetőséget. Tehát tulajdonképpen egy olyan döntési tölcsérbe húzzuk be, ami, amiből ő nem is tud kiszállni, illetve csak egy döntési lehetősége marad. Tehát az már manipuláció. Úgyhogy az ilyen dolgokra inkább figyeljünk, mert, mert az jelenti az etikátlanságot. És ugye akkor itt vagyunk karácsony előtt alig, hát néhány nappal, és mindenki ugye roha ilyenkor azt hiszem, hogy egyáltalán nem vagyunk racionálisak, hiszen ugye egy évben egyszer van karácsony, ilyenkor mindenki ki akar tenni magáért, és a családnak a legjobbat, a legszebbet, de azért mégis hol hozzuk be a racionalitást karácsony környékén is? A legesleg jobb hogy hogyha lehet ezt mondani, akkor az az lenne, hogy azon túl, hogy legyen egy vásárlási listánk és jól dokumentált vásárlási lista legyen. Talán érdemes néha újra meglátogatni azt a kérdést, hogy mi van, hogyha hasznos dolgokat vásárolunk, és nem pusztán csak a gesztus vezérel minket a mindennapi ajándékozási döntéseinkben. Ugyanis a tapasztalat az, hogy annak ellenére, hogy jól lesik néha egy, egy szimbolikus ajándék, vagy pedig egy olyan ajándék, amelyik első ránézésre jó pofa, de nem túl hasznos, um, a tapasztalat azt mutatja, hogy az, az emberek, akik kapják, azok időben kevesebb értéket tulajdonítanak azoknak, a, azoknak az ajándékoknak, amelyeknek a hasznossága is kicsi, illetve szimbolikusan sem jelentenek olyan nagyon nagy értéket. Tehát lehet például, tehát abból is ki lehet indulni, hogy próbáljunk olyan jellegű ajándékokat vásárolni, amelyeknél a hasznosság mm, hasznosságot is kimerítik. Tehát valójában, akinek adjuk, az hasznosnak is. Um, ítéli meg azt a bizonyos ajándékot. Mm -hmm, igen, ezek nagyon jó a tippek, így karácsony előtt mindenképpen. És akkor térjünk vissza a Kreatív Kolozsvára programjára, amelynek a felvezetője akart lenni ez a beszélgetés, hogy minél többekben felkeltsük az érdeklődést az előadása iránt. December 19-én, azaz jövő hétfőn történik, hol, milyen keretekben, és ezeken a témákon kívül még esetleg mit fog érinteni. Az Exponential Transylvania Coworking and Office-ban lesz, ez ugye Kolozsváron van a belvárosban, elég könnyű megtalálni. Jövő héten ilyenkor, hát már 6 órától, ugye, ha jól emlékszem, akkor 6 órától kezdünk, igen, szóval jövő hét ilyenkor már lehet készülni, elindulni. Az, amit még érinteni fogunk, az valójában az, ami a minden érdeklődőt, tehát gyakorlatilag azt is, aki marketing területén szeretne fejlődni, viszont azt is érdekelheti az, ami majd ott el fog hangzani, aki egyszerűen csak az iránt érdeklődik, hogy mi emberek um, miért gondoljuk azt magunkról, hogy racionálisabbak vagyunk, mint amilyenek valójában vagyunk. Tehát lesz egy ilyen biológiai, evolúciós-pszichológiai háttere is a, a beszélgetésnek. bizonyára nagyon érdekes lesz, és hogyha még van egy percem, a kollégák azt mondják, hogy van, akkor csak rákérdeznék arra is, ugye a Bábes Bolyai Tudomány Egyetem közgazdaságtan karán tanít, mennyire fogékonyak a diákok a marketing iránt manapság, hiszen, mint tudjuk, ugye jóbornak is kell a cégér alapon, a marketingesekre manapság, hát azt hiszem, hogy még nagyobb szükség van, mint eddig volt, hiszen minden, de minden a fogyasztói társadalomról szól. Mennyire fogékonyak a diákok? A diákok nagyon fogékonyak, nyilvánvalóan mindenkit érint valamilyen szinten, gyakorlatilag bárki, aki valamilyen szakirányt választ a közgazdaságtan karon belül, valamilyen formában fog marketing döntésekkel találkozni a karrierje során, sőt, ugye vannak olyanok, akik kifejezetten ezen a területen helyezkednek el. A diákok éppen emiatt alapvetően nagyon érdekeltek már első évtől kezdődően, sőt már középiskolában is kezdenek érdeklődni, engem is megszoktak keresni sokan, akik még középiskolások. Azt azért még elmondanám, hogy nem csak ez az oka ennek, hogy, hogy érdeklődnek ez iránt a terület iránt, hanem az is, hogy Jelenleg ez a terület egy ilyen, egyfajta reneszánszát éli olyan szempontból, hogy az emberi döntéshozatalnak a mechanizmusait, a működését most kezdik igazán tudományos alapon magyarázni, megmagyarázni, egyre több kutatás merül fel, illetve hát a legsikeresebb mobil is valójában azért sikeresek, mert sikerült megfejtsék azt, hogy mondjuk az emberek mi iránt fogékonyak, az az algoritmus hogyan legyen finom hangolva, hogy az a tartalom, ami elénk bukka mondjuk Instagramon vagy TikTokon, az, az nekünk, tehát a, az élő példa az minden nap a szemük előtt van a diákoknak is, sikeres online szolgáltatásokra, termékekre, szóval ebből is fakad egy nagy adag kíváncsiság a terület iránt. Sőt, hogyha ezt jól érzékelem, és az ön esetében ez tökéletesen együtt tud működni, hogy a technikán túl, ugye algoritmusokról beszélt itt az, el, az előbb, a technikán túl, a marketing fogásokon túl, az, az, az tud igazán jó marketingfogást alkalmazni, aki jó pszichológus is, hiszen az emberek agyával játszanak valójában. A marketingnek mindig is az egyik olyan faktora, úgy is lehetne mondani, az X faktora volt a marketingnek az, hogy próbáljuk lefordítani azt, hogy az emberek fejében mi történik. Tehát az a folyamat, ami lezajlik valakinek a fejében, az végül hogyan vezet egy bizonyos döntéshez. És hogyha túllépünk a marketingen, valójában a mindennapokban is ugyanerről van szó. Tehát tulajdonképpen bárki, aki, aki a mindennapokban kíváncsi arra, hogy miért döntünk úgy, ahogy döntünk, az érdekelt lehet az ilyen jellegű kutatások iránt, nem csak, nem, csak nem csak a marketing miatt, hanem egyéb okokból is. Igen, akkor itt ez a reklám helye, jövő hétfőn, 19-én, ugye az Exponential Transylvania keretében és a Kreatív Kolozsvár projekt keretében, este 6 órától sokkal, de sokkal többet megtudhatnak ennél ebben a témában. Köszönöm szépen, dr. Serd hogy bekapcsolt a mai adásba. Én is köszönöm a meghívást.